Az ország valamennyi megyei önkormányzatának a hivatalvezetője képviseltette magát a Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége főjegyzői kollégiumának ülésén. A kollégium évente két ülést tart, az idei elsőt Nyíregyházán a Megyeháza nagy termében rendezték. 2019 mindenképpen a választások fémjelezte év, hiszen európai parlamenti választásokra készülünk, illetve az önkormányzati választásokra is majd ősz folyamán, és én azt gondolom, hogy függetlenül attól, hogy már közben zajlanak a választási felkészítések, mindenképpen indokolt egy olyan is, amikor a területi választási irodavezetők, a megyei főjegyzők vannak együtt, és szinoptikusan meghallgatják a nemzeti választási iroda elnök helyettesének a mondani valóját. De természetesen ezen túlmenően a jövőbeni feladatainkkal is foglalkozunk, illetőleg ebben az évben debütál a megyei önkormányzatok és az önkormányzatok hivatala az ASP rendszerben, annak a tapasztalatait is szeretnénk bizonyos értelemben kiértékelni. A megyei önkormányzatok az elmúlt 4 évben a vidékfejlesztés egy kiemelt ágával foglalkoztak. A cél az volt, hogy a terület és településfejlesztési operatív programban kapott Európai Uniós forrásokat a lehető leghatékonyabban felhasználják. Sikerült az elmúlt időszakban valamennyi megyének ezeket a pályázatokat kiírnia, értékelni és elbírálni, ami azt jelenti, hogy jól állunk ebben a programban, és most már gőzerővel zajlik országos szinten a program megvalósítása. 6 cél mentén történik ez a feladatmegoldás, és azt gondolom, hogy a települések és a magyar vidék ebben nagyon sokat fog fejlődni. A terület és településfejlesztési operatív programban Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar, illetve Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében kiemelt cél volt, hogy növeljék azok népesség megtartó erejét. Ezért nagyon fontosak az infrastruktúrális beruházások, az ipari parkok, ipari területek, csarnokok építése, amit mind a 3 megyében prioritásként kezeltünk. Emellett természetesen fontosak azok a munkába járással kapcsolatos dolgok, amelyek a bölcsőde, óvodai férőhelyek fejlesztését fogják megjeleníteni, illetve van egy úgynevezett foglalkoztatási paktum, ennek több része van a megyei foglalkoztatási paktum, illetve a térségi, ahol pedig azokat embereket kell, hogy megszólítsuk, akik a munkaerőpiacon kevésbé láthatóak, nincsenek benne a rendszerben, ez egy sokkal nehezebb munkát igényel a önkormányzatoktól, de ebben nagyon jól haladunk. 2019-ben rendezik az európai parlamenti, a helyi önkormányzati, valamint a nemzetiségi önkormányzati választásokat is. Ezek lebonyolításában a megyei önkormányzatok hivatalaira is jelentős szerep hárul. A megyei önkormányzati hivatalok biztosítják a választások technikai lebonyolításához szükséges hátteret a kormányhivatalok informatikai hátterével, és itt a megyei jegyzőknek van kiemelt szerepük, hatósági jogkörük, hiszen ők a választási irodának a vezetői a megyében. Úgyhogy azt gondolom, hogy a mai tanácskozásnak és a jegyzők tanácskozásának is egy fontos állomása, vagy pontos megvitatandó kérdés számukra a tapasztalatcsere szintjén mindenféleképpen a választási eljárási törvény, az erre való felkészülés, hogy állnak az informatikai rendszerek, emberek képzése. Az ülésen elhangzott, bíznak benne, hogy a következő ciklusban is olyan jellegű feladatokat kapnak a megyei önkormányzatok, melyek a vidék életével kapcsolatosak, illetve melyekben bizonyítani tudják, hogy a megyék létjogosultsága és működése a települések és az ott élők életének érdekében folyamatos és szükséges.